Felkérem ünnepségünk résztvevőit, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. És tisztelettel köszöntöm az évnyitó ünnepélyünkön megjelent kedves vendégeinket, nevelőinket, iskolán közösségét. Külön tisztelettel köszöntöm városunk két alpolgármesterét, Farkas Dániel és Szűcs Csaba urakat. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm iskolánk új tanulóit, a 9-eseket és a szakképző évfolyam hallgatóit, valamint új tanárainkat. Itt van hát ismét az új tanév. Bár a nyár örömeit feledni nem tudjuk, mégis jó újra együtt lenni, várva az új feladatokat, kihívásokat. Remélem, a szünidő végére kellemes élményekkel gazdagodva, kipihenten kezdjük mindannyian a 2015-2016-os tanévet. Ráhangolódásul hallgassunk meg Paulo Coelho az Elfelejtett ima című írását, Horváth Zsuzsanna 12. B és Víg Tamás 12. A osztályos tanulóink előadásában. Paulo Coelho, az elfelejtett ima. 3 héttel ezelőtt São Paulo utcáink sétálva Edinho nevű barátom a kezembe nyomott egy Szent Pillanat című szórólapot. Kitűnő minőségű papírra nyomtatták, 4 színnel, és nem szerepelt rajta sem egyház, sem vallás, csak egy ima. Hogy meglepődtem, amikor elolvastam az ima szerzőjének nevét. Az imát nem más írta, mint én. A 80-as évek elején jelent meg egy verses kötet hátsó borítóján. Nem gondoltam volna, hogy túléri az időviharait, és azt sem, hogy ilyen rejtélyes módon akad majd a kezembe. De amikor újraolvastam, nem szégyenkeztem, hogy tőlem származik. Íme az ima. Uram, óvd a kétségeinket, mert a kétség egyfajta ima. Általa gyarapszunk, mert arra késztet, hogy félelem nélkül tekintsünk ugyanarra a kérdésre adható több lehetséges válaszra, és hogy ez lehetővé váljon. Uram, óvd a döntéseinket, mert a döntés egyfajta ima. Adj nekünk bátorságot, hogy a kételkedés után képesek legyünk választani 2 út között. Hogy az igenünk mindig igen legyen, a nemünk pedig mindig nem. Hogyha már kiválasztottuk az utat, soha ne nézzünk hátra, és ne hagyjuk, hogy lelki furdalás gyötörjön. És hogy ez lehetővé váljon,
Uram, óvd a cselekedeteinket, mert a cselekedet egyfajta ima. Add, hogy mindennapi kenyerünk annak gyümölcse legyen, amit igyekezetünkkel ki tudtunk hozni magunkból, hogy munkánk és tetteink által kicsit megoszthassuk másokkal azt a szeretetet, amit kapunk, és hogy ez lehetővé váljon. Uram, óvd az álmainkat, mert az álom egyfajta ima. Add, hogy kortól és életkörülményektől függetlenül képesek legyünk életben tartani szívünkben a remény és a kitartás szent lángját, és hogy ez lehetővé váljon. Uram, óvd a lelkesedésünket, mert a lelkesedés egyfajta ima. Ez köt össze minket az éggel és a földdel, az emberekkel és a gyermekekkel, és arra tanít, hogy a vágy fontos, és megérdemli az erőfeszítéseinket. Azt hirdeti, hogy minden lehetséges, ha teljes odaadással tesszük, és hogy ez lehetővé váljon. Uram, óvj minket, mert az élet az egyetlen módja annak, hogy megnyilvánulhasson a csodád, hogy a föld a magot búzává változtassa, mi pedig a búzát kenyérré alakítsuk. És ez csak úgy lehetséges, ha van bennünk szeretet. Ezért soha ne hagyd minket magunkra. Ajándékozz meg minket a társaságoddal, és azoknak a férfiaknak és nőknek a társaságával, akiknek kétségeik vannak, cselekednek, álmodnak, lelkesednek, és úgy élnek, mintha minden egyes nap a te dicsőségedet szolgálná. Amen. Kedves új diákjaink! Félelmekkel, örömmel, izgalommal teli, vegyes érzések vannak talán most bennetek. Új iskola, új osztálytársak, új tanárok, új célok és álmok. Mindannyian tudjuk, hogy a barátságok milyen fontosak az ember számára. Reméljük, hogy iskolánkban is köttetnek tartós, jó ismerettségek, életre szóló barátságok, melyek erőt adnak a diákévek alatt és után is. Most hallgassunk meg egy verset, melynek címe csak ennyi. Az elgondolkodtató szavak elsősorban az iskola új tanulóihoz szólnak, akiknek kívánjuk, hogy igaz barátokra leljenek az iskola falain belül, és érjék el kitűzött céljaikat. Fésűs Éva sorait Madaras Anna, 10. C-osztályos tanuló adja elő. A vers elhangzása után a 9-eseket külön köszönti az iskolai diákbizottság elnöke, Szakmári Erna, 11. B-osztályos tanuló. Fésűs Éva, csak ennyi. Amit ma megtehetsz, kevés. Mégse halaszd el holnapig. Részekből teljesül az egész, nagy szívvel tedd meg a kicsit. Amit ma eltehetsz, se sok, nincsenek garasos csodák, de valaki örülni fog, még ennek is, hát add tovább. Ezer szóból csak egy igaz, és sok beszéd elrejtheti. Ha rábukkannál, melyik az, ne tétovász kiejteni. Naponta egy lépést tehetsz, hogy messzi célodat elérd, de ne csüggedj, akit szeretsz, ugyanígy elindul felé. Kedves 9-esek! A nyári pihenés után készen álltok az új feladatokra, érdekes ismeretek elsajátítására. Igaz, most még talán megszeppenve ültök itt közöttünk, de néhány nap múlva már számotokra is természetes lesz a tudat, hogy a Rákócziba jártok, tekósok lettetek. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddigieknél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal vetitek bele magatokat a tanulásba. Hagyományaink szerint most a helyetekről felállva esküt fogtok tenni, amivel megerősítitek az iskolánkhoz való tartozásotokat. Tanáraink és diáktársaink nevében kívánok nektek sikeres iskolakezdést, jó tanulást és élményekben gazdag tanéveket. Érezzétek jól magatokat a tekóban! Kedves 9-esek! Először hallgassátok meg az esküszövegét összefüggően.
A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc katolikus szakközépiskola és gimnázium tanulójaként fogadom, hogy tudásommal, szorgalmammal és cselekedeteimmel hozzájárulok iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez, közösségünk hasznos tagja leszek. II. Rákóczi Ferenc szavaival vallom, nehézségeken át győz az erény. Isten engem úgy segíjen. Kovács István Mátyás, 9. D-osztályos tanuló jön ki az esküdtételre. Felállva, ismételjétek utána a részekre bontott eskü szövegét. A kiskunhalasi 2. Rákóczi Ferenc katolikus szakközépiskola és gimnázium tanulójaként fogadom, hogy tudásommal, szorgalmammal és cselekedeteimmel hozzájárulok iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez, közösségünk hasznos tagja leszek. II. Rákóczi Ferenc szavaival vallom, nehézségeken át győz az erény. Isten engem úgy segélyen. Tisztelettel felkérem osztályfőnökeiteket, hogy adják át nektek az iskolán közösségéhez való tartozást bizonyító emléklapot és jelvényt. Thank you.
Kedves kilencedikesek! Ezzel iskolánk teljes jogú polgárai lettetek. Kívánunk nektek az itt eltöltendő években sok sikert, minél több jó eredményt, hogy büszkék lehessünk rátok. Most tisztelettel felkérem a 2015-2016-os tanévben nyitására Téglás László igazgató urat. Plébános úr, alpolgármester urak, szülők, vendégek, kollégáim és kedves tekos diákok! Köszöntök mindenkit a tanévnyitő ünnepségen, de kitüntetett szeretettel titeket új diákjaink a 9. és a 13. évfolyamokon. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy nehéz szívvel hagyjuk magunk után a nyári pihenés szabadság heteit. Az új tanév itt kopogtat. A napjaink újra szoros rendben zajlanak majd. Sok-sok fontos és nehéz feladat vár mindannyiunkra. A ti dolgotok a tanulás, az újabb és újabb ismeretek elsajátítása úgy, hogy a felnőtt életetek céljainak erős, szilárd alapját adhassák. Minden szükséges ehhez az alaphoz. Fontosak a közismereti tantárgyak, az idegen nyelv, informatika, de igen fontos az is, hogy a szakmai tantárgyak elsajátításával jól képzett, értékes szakemberré váljatok, vagy az emelt szintű szakképzéseink végén, vagy az egyetem után. A mi dolgunk tehát az, hogy ennek az alapnak az elkészítésében segítsünk titeket. Tudjuk azt jól, hogy ezért nagy a felelősségünk. A családotok mellett a mi munkánk is meghatározó fontosságú abban, hogy milyen felnőtté lesznek. Egy iskola nem csak jó magyar, matek vagy fizika órát adhat, de ami legalább ennyire fontos, jó közösséget. Befogadó, megértő, összetartó közösséget. A tekós nagy család éppen ilyen. Aki a tagjai sorába lép és megérinti az évszázados hagyományokkal, tekintéllyel, a friss fiatalos talpra esett pezsgéssel, intelligens vagánysággal átitatott szellemisége, az örökre a rabjává válik. Olyan kapcsolatokat építhettek ki egymás között, amelyek életetek során megmaradnak nektek. Lehetnek ebből örök barátságok, szerelmek, de akár jó üzleti kapcsolatok is. Kedves diákjaink, számunkra ti vagytok a legfontosabbak. Érkezésetekre, mint a gondos vendéglátó házigazda készült. Helyre tettünk minden tantárgyat az órarendben, beszereztük a tankönyveiteket, összeszerveztük azt a rengeteg kihívást, ami egy tanév elindulásához kell. Nem csak szakmailag készültünk a jöttötökre, fontos volt számunkra, hogy olyan környezetbe érkezhessetek, ami barátságos, otthonos, családias. A tavasz és a nyár folyamán teljesen elkészült az iskola épületének totális felújítása. Szerintem csodálatos lett. De csodálatos az új ebédlőnk is, amit a nyáron a kollégium területén nagyon nagy és megfeszített munkával felépítettünk nektek. A holnapi napon hivatalosan le is zárul az építkezés. Sajnos azonban az engedélyeztetési eljárás miatt az első egy-két hétben még nem tudjuk használni. Kérlek is benneteket, hogy amíg nem jelezzük a menzánk és az ebédlőnk indulását, addig gondoskodjatok az ebédetekről. Csak pár nap is meglátjátok, hogy egy nagyon szép helyen a legfinomabb ízeket kóstolhatjátok. Sőt, szép helyszíne lesz ez az osztály, vagy az évfolyam rendezvényeknek, akár buliknak is. Vannak olyan terveink is, amelyeket az ősz folyamán valósítunk meg. Új számítógépekkel látjuk el az informatika egyes tantermet, a szerverparkunkat is korszerűsítjük, és terveink között szerepel egy térelválasztó függöny beszerzése és a sportcsarnokban. Mindezek mellett a legnagyobb feladatnak az bizonyult az elmúlt napokban, hogy ezen a tanévnyitó ünnepségen hogyan helyezzünk el 140 széket itt a fák alatt. Éppen egy osztálynyival többre volt szükség. A TECO történetében először ettől a tanévtől indul el a három szakközépiskolás osztályunk mellett egy negyedik osztály, amely szakosított gimnáziumi osztály. Hasonló szép kihívással találkoztunk a 13. évfolyamon is. Legnagyobb örömünkre negyedik osztályként útjára indul-e tanévtől az emelt szintű mezőgazdasági technikus képzésünk is. Kedves új diákok,
Isten hozott benneteket a Rákóczival. És szeretném is felkérni dr. Finta József plébános atyát, érseki helynökünket, köszönsön ő is titeket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is vendégeinket és titeket, kedves 9-esek és új diákok. Amikor egy tanítónéni maga köré sábította a gyerekeket az osztályban, és a töltő tollából egy nagy pacát egy fehér lapra ráfröccsentett, és megkérdezte a gyerekeket, hogy na gyerekek, mit gondoltok, mi ez? Akkor az osztály minden tagja kórusba felelte. Ez egy nagy, ronda, fekete paca. Tanítónéni rájuk mosolygott, és azt mondta, rosszul látjátok gyerekeim. Ez nem egy nagy, ronda, fekete paca. Ez egy nagy, ronda, fekete paca egy szép, tiszta, fehér lap közepén. Miért nem veszitek észre azt is, ami szép? Lehet, hogy ilyen nagy, ronda, fekete pacának érezzük az életünk során a tanévkezdeteket, a tanévnyitókat, amikor le kell zárni a nyári szünetet. Lehet, hogy van benne fájdalom, van benne egy kis félelem, feszültség, mert újra kihívások és feladatok elé kell állni, de higgyétek el, hogy a tiszta fehér lap az sokkal nagyobb körülötte. A feladatok, a kihívások a ti érlelődéseteket és a ti emberré válásotokat szolgálják majd. Lehet, hogy ilyen nagy ronda fekete pacának fogjátok érezni sokszor egy-egy itt töltött napnak a terheit, esetleges csalódásait, kudarcait, hogy nem úgy nyert a mai nap, ahogy szerettem volna, mégiscsak feleltem, pedig nem akartam, mégiscsak olyan helyet kaptam, amit nem szerettem volna. De higgyétek el, hogy majd egészbe beillesztve valahol ott van annak a helye. Ugyanígy lehet, hogy nagy fekete ronda pacának érzitek egy-egy negatív élményét a napoknak, de higgyétek el, hogy ezáltal is valamit érlelődtök. Amit ismertek magatokból, az a múlt és a jelen, már amennyire ismerjük. A jövőt azt nem ismerjük. Hogy az életünk teljessége az milyen, azt egyedül az Isten látja, aki teremtett életre hívott bennünket. Egyedül ő tudja, hogy azok a napok, amelyek majd itt eltelnek, azok a feladatok, amiket itt végrehajtotok, ezek hogyan járulnak hozzá az életetek egészének a kiteljesüléséhez. De higgyétek el, hogy valaki kézben tartja a jövőt, valaki tudja azt is, amit ti nem tudtok, valaki jóra tudja fordítani azt is, amit ti éppen aktuálisan rossznak éreztek, mert az a valaki, aki öröktől fogva szeret benneteket, boldognak akar látni, méghozzá egy örökké valóságon keresztül boldognak. Én azt kívánom saját magunknak is, nekem, mint papnak, az iskola vezetésének, pedagógusainak, de persze nektek is, hogy tudjunk egymásban, egymás életében olyan nagyszerű dolgokat végrevinni, ami lehetővé teszi, hogy mindannyian egyre jobban kiteljesedjünk, és egyre boldogabb, egyre egészebbé váljék az életünk. És amikor majd visszanéztek az itt töltött évekre, akkor már meg tudjátok fogalmazni, hogy ki, hogyan és miben is járult hozzá az én fejlődésemhez, amit annak idején talán fájdalmasnak éreztem, vagy fájdalmasnak éltem meg, annak igenis volt értelme, és valahogy az én boldogságomat, az én jövőmet szolgálta az ő segítség közül jelenlétünk. Ezt kívánom számotokra, és ezt kívánom magunknak is, és ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánom azt, hogy ez a tanév legyen mindannyiunk számára örömteli és szép, sikeres, és ha kudarcokat tapasztalunk, azokat pedig úgy tudjuk feldolgozni, hogy a nagy egészben ezeknek is megvan a helyük. Köszönöm szépen! Köszönjük plébános atya szavait. Szeretettel mutatom be és köszöntöm az új osztályok osztályfőnökeit is. Az informatikus osztályunkban Tóbián Zoltánné, az agrár osztályunkban Molnárné Vencel Katalin, közgazdasági osztályunkban Halmányné Dicső Bernadett, gimnáziumi osztályunkban pedig Feketőné Bódis Mónika tanárnő vállalta az osztályfőnöki megbízást. A 13. évfolyamon a Ketkem informatikusokat Halászákos, a logisztikai intézőket Balanyné Mosolygó Júlia, a vállalkozási és bérügyi intézőket Szolnoki Istvánné, a mezőgazdasági technikusokat pedig Illésné Liska Terész tanárnő terelgeti majd osztályfőnökként a szakképesítő vizsgákig.
Új pedagógusok is beléptek a TEKO nagy családjába. Egy csokor virággal szeretném köszönteni őket, Hegedűsné és Solymos Ildikó, matematika-fizika szakos, Vojcsek Csaba, műszakinformatika, fizika szakos, Bisok Ádám, testnevelés szakos tanárt. Sok örömet és sikert kívánok munkájukhoz. Büszke eseményről kaptunk hírt a héten. Ahogy a tavalyi évben is örülhettünk annak, hogy TEKO-s diák megkaphatta a Halasi Vállalkozók Klubjának döntése alapján a Halasi Vállalkozók díját, most örömünk kétszeres, hiszen ebben az évben két diákunk is egy díj kitüntetettje lett. A díj a felsőoktatási tanulmányok támogatására fordítható jelentős összegű pénzdíj. Egyikük az elballagott 12C és közgazdasági osztályunk igen remek tanulója, az iskola művészeti nívódíjasa Magyar Éva Anna, aki a Kaposvári Egyetem gyógypedagógia szakára nyert felvételt. Másik tanulónk a volt 12A-s informatikus osztályban érettségizett, az év diákja kitüntetettje, és a Szegedi Tudományi Egyetemen mechatronikai mérnöknek tanul, ő Kónya Csaba. Szeretném felkérni Raffai István urat, a Halasi Vállalkozók Klubjának elnökét a díj átadására, és Magyar Éva Anna és Kónya Csaba volt diákjainkat a díj átvételére. Köszönni a Halasi Vállalkozók Klubjának egy komoly szerepvállalását. A fiataloknak gratulálva pedig kívánom azt, hogy legyen erejük, kitartásuk a céljaik eléréséhez. Büszkék vagyunk magukra. Egy iskoláért érdemes sokat tenni. Erőt ad hozzá a diákok fiatalsága, pezsgő lendülete, erőt ad az a megtisztelő bizalom, amit a családok előlegeznek meg az intézmény választásával. Ez záró gondolattal a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 103. tanévét, a 2015-16-os tanévet megnyitom. Isten áldjon mindenkit! Komoly célokkal, nagy reményekkel kezdjük az új tanévet. Mint azt hallhattuk, és hamarosan látni is fogjuk, iskolánk az idén-nyáron sokat változott, szépült, gazdagodott. Vigyázzunk az iskola tisztaságára, szépségére, óvjuk környezetünket, becsüljük a számunkra teremtett értékeket. Remélem, hogy tanáraink, szüleink, pártfogóink támogatásával, önmagunk erejével és hitével a tanév végén ismét örömmel ünnepelhetünk majd együtt, lezárva egy sikerekben gazdag, eredményes időszakot. A tanévnyitó zárásaként kérem, énekeljük el együtt a szózatot. A zászló kivonulás után ünnepségünk véget ért.